Előtérben az árpa, háttérben a búza látható ezen a gyulatanyai szántóföldön. Szépen fejlődik mindkét gabonafajta, ami jó hír a vármegye gazdái számára, akik tavaly hatalmas károkat szenvedtek el a történelmi aszály miatt. Többek között erről és a kalászosokat érintő más aktuális kérdésekről tanácskoztak a szakemberek a helyszínen. Az időjárás most rendkívül jó volt, hála jó Istennek, a őszi csapadék is, illetve a tavasszal, tehát a kalászos szinte akkor jött, amikor kellett volna. Nagyon ígéretes termés mutatkozik úgy a búzából, mint az árpából. Ugye a növényvédelemre oda kellett figyelni, de én szerintem egy olyan 6 tonna körül a búz, és olyan 8 körül az árpára, annyit tippelek én is, illetve itt lévő szakemberek. Jó termés várható tehát, de lehet, hogy éppen ez jelent majd gondot. Sok raktárban ugyanis továbbra is az ukrán, jelentős részben fertőzött kukorica foglalja a helyet. A szomszédos országból érkezett gabona ráadásul a magyar termény piaci helyzetét is lerontotta. Talán még a gabonafélék, itt a búzatitikálé, árpa, repcére gondolva ezeknek lesz is kapacitás elhelyezni, de ha elérkezünk oda, hogy a napraforgó és a kukorica betakarítása megkezdődik, akkor minden raktár telítetten várja ezt a betakarítási időszakot, úgyhogy én azt gondolom, hogy csak fokozódott a tavalyi évhez képest ez a probléma. Most nem az aszály jelent nagy problémát, hanem az, hogy hál' Istennek egy bő termés elé nézünk, és a árak pedig úgy alakulnak, hogy az önköltségét sem fedezik a mezőgazdaságban, ami egy rossz hangulatot gerjeszt itt a gazdálkodók körében. Vinnei Győző országgyűlési képviselő arról beszélt, a kormány számos támogatással segíti a magyar gazdákat, akiknek most összefogva kell azon dolgozniuk, hogy átvészeljék a nehéz időszakot. Sok bizonytalansági tényező van, és ezért én azt szoktam mondani, hogy 3 dologról biztos, hogy kell itt beszélni: a szakmaiságról, a képzésről, mert én nagyon fontosnak tartom az agrár szakképzést és az agrár felsőoktatás fejlesztését, hogy minél több fiatal jelentkezzen oda, aki át akarja venni a gazdaságot, vagy egy generációváltásban részt akar venni, és a harmadik pedig az összefogás, ami néha nekünk magyaroknak nem mindig sikerül, de itt most szükség van arra, hogy a mezőgazdaság minden területén átvészeljük ezeket a nehéz éveket. Bár a gabona ára jelenleg még valóban alacsony, a várakozások szerint ez a következő hetekben, hónapokban változni fog. Feldman Zsolt mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkár azt mondta, az Agrárminisztérium minden segítséget megad a termelők számára ahhoz, hogy reális áron tudják értékesíteni terményeiket. Biztató jelet látunk, hiszen az elmúlt időszak folyamatos csökkenése után most jelen pillanatban az látszik, hogy a világ tőzsdéin elkezdődött egy áremelkedés, és arra szeretnénk minden gabonapiaci szereplőnek felvinni a figyelmét, hogy figyeljenek a piaci folyamatokra, figyeljék azokat a trendeket, amelyek most jelen pillanatban mégiscsak egy kapaszkodót kell, hogy nyújtsanak a gazdálkodók számára is. Tisztességes üzletmenetet várunk el a felvásárlóktól, a termelők felé pedig azt üzenjük, hogy mellettük vagyunk, és azt üzenjük, hogy mindenképpen olyan áron értékesítsék a terméket, amely reális és megfelel a piaci folyamatoknak. Erről is adunk információt valamennyi érintett számára. A tanácskozáson elhangzott, az országban összesen 164 ezer gazda nyújtotta be a kérelmet az egységes terület alapú támogatásra. Az eseményen azokkal a feltételekkel is megismerkedhettek a gazdák, amelyeket a közös agrárpolitika új szabályrendszere támaszt, és amelyeket mindenképp teljesíteniük kell az ágazatban dolgozóknak ahhoz, hogy jogosultak legyenek a támogatásokra.